kora délután Budapesten az épület összedőlt, a tető pedig a romokra zuhant. A robbanás után a ház kigyulladt, a tűzoltók a tulajdonos holttestét csak az oltás után tudták kiemelni a törmelékek alól. A környéket a mentés idejére lezárták, még a forgalmat is elterelték. Az első feltételezések szerint a gázkazán hibásodhatott meg. Úgy tudjuk, az idősasszony évek óta egyedül élt a házban. Több méteres lángok csaptak fel a házból közvetlenül a robbanás után. A felvételeket egy nézőnk készítette pár perccel a tragédia után. Az épülethez senkit sem engedtek oda, félő volt, hogy ismét berobban valami, és a tűztől sem lehetett megközelíteni a házat. A falak a detonációtól kidőltek, a tető pedig beszakadt és leomlott. A környéket azonnal lezárták, egészen addig, amíg a tűzoltók megérkeztek. A családi ház négy fala kifelé dőlt, a födém szerkezet, illetve a tető lezuhant. Romok borítják a ház környezetét, az egyik fal szomszédhoz is átdőlt. A romok között kezdték meg kollégáim a tűzoltását, illetve az idős néninek a keresését. A lángokat sikerült megfékezni, közben pedig a tűzoltók a ház tulajdonosát keresték. Meg is találták, de már nem volt életben. Az idős nő holttestét a tűzoltók a romok között találták meg. Úgy tudjuk, már a robbanás pillanatában meghalt, esélyesen volt kimenekülni az összedőlt házból. A 100 négyzetméteres épület porig égett, a falak eltűntek, az udvart az oltás után törmelék borította. A füstölgő gerendákon még délután is dolgoztak a tűzoltók, megpróbáltak minden tűzfészket eloltani. Úgy tudni, hogy az idős nő évek óta egyedül élt a házban. Az eddigi feltételezések szerint valószínűleg a gázkazán miatt történt a tragédia, de ezt még a tűzoltók vizsgálják. A lángoló házról készült nézői felvételt megnézhetik az rtlklub.hu per hírek oldalon.